Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Benne elsőként a nemrégiben megrendezett Bóréi falunapra látogathatnak el velünk, ahol többek között Keresztesi László, a Pannonvár Színház művésze is fellépett, aki az Ajkai Randevú során a Bóréiak mentora volt. Kérem, tekintsék meg összeállításunkat. Több mint 10 éve, hogy az első szüreti mulatság Ajkán elindult. Ugye Pannikának ebben óriási érdeme van. Amikor Bódén, ugye Bódé az kiváló szőlő és gyümölcs termelő településrész volt, itt indították el a szüreti mozgalmakat, amihez aztán a többi településrész is csatlakozott, és mára már azt mondhatnánk, hogy szinte nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen itt látom a rendekieket, gyepesieket, vadragiakat, és hát még a Korágy utca környékéről is vannak. Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdem, hogy a város, egy kis város része ilyen óriási hagyományt tudott létrehozni. Kinek az ötlete volt 10 évvel ezelőtt, hogy megszervezzék a szüreti felvonulást és a bódéi búcsút? Igazság szerint, amikor 2001-ben lettem klubvezető, most 15 éve, gondoltam, hogy ez a bódi közösség, meg hát akkor fiatalabb volt a klubtagság, ugye akkor 60-65-70-en működtünk, és akkor gondoltam, hogy hát miért ne legyen itt Bódin is egy olyan ünnepség, például a születi rendezvény. Hát itt ugye mindenkinek volt egy kis szőleje, meg minden. És akkor az első annyira jól sikerült, hogy 300 vendégünk volt ott a régi közös iskolában, ott lenne a faluban, ami most a hagyományőrzőknek a helyük. És azóta 10 éve most, ez a 10. év, hogy a születi felvonulást egybevettük a búcsúval és a falunappal egybe. Úgyhogy minden hármat egyszerre bonyolítsuk le. Úgyhogy én szerintem most is elég sokan jöttek, nagyon jók voltak a szereplőink, a klubtagok Ajkáról, akkor a rendeki, én a táncosok igazán magas szinten művelik ezt a dolgot. És miért menjünk ki mi messzebbre, ugye, amikor itt vannak helyben ezek az emberek, akik szívesen szerepelnek ilyen rendezvényen. Születi felvonuláson hányan voltak, és kiköltöztek be, melyik klubok? Az Ajka rendeki, akkor az Órira klub Ajkáról, aztán meg ugye a mi tagjaink, ugye a magyar ruháslányok, a kékfestősök, a szakácsok, akik ugye Ajkán voltak a múltkori rendezvényen, hát azok is felvonultak. Az a probléma, sokan születeltek máma, jelezték, hogy nem tudnak jönni, nagyon sajnálják, de születelnek, nem tudják elhalasztani a születét, de elegán vagyunk így is. Akik részt vesznek, a műsor mellett finom falatokat is kaptak. Kik főztek és mit? Hát a Bayer Feri klubtagunk az vállalta a gulyást, én vállaltam a kolbászos tarhonyás lecsolt, a Borbély Pityu barátunk, klubtársunk meg sütötte a halat. Úgyhogy mindenki kivette a részét belőle. A gyerekeket milyen programokkal várják? A gyerekek légvárt, ponilovaglást, arcfestést, ezt tudtuk biztosítani a gyerekeknek. Hát remélem, hogy kihasználják ezt a jövőt, és elég sok gyereket látok itt a légvárba játszani. Délután további részének mi lesz a programja? Hát ugye most megvendégeljük a kedves fellépőket, mert úgy döntöttünk, hogy tavaly sokan szóval nem mertek oda, még nem fértek oda, most külön lettek terítve a klubházunkba, és akkor oda szépen bejöttek, és most megvendégeljük őket, mert hát ez a füzetségünk, amire is szerepelnek, aranyosak voltak és elfogadták. Klubnak a következő programja mi lesz és mikor? Hát most egy kicsit lazítunk, egy kicsit nem sokat. Jön a lecsófőzésük, amit bevezettünk ebbe az éves programunkba, ami azt adja, hogy megfőzünk egy 50-60 kiló paprikát lecsónak, és üvegekbe rakjuk, és betesszük a spájzba, és télen, amikor klubnapok vannak, akkor meg csinálunk egy adag lecsót, és akkor elbeszélgetünk, egy kicsit eltéjázgatunk. Igazság szerint a nagy rendezvényünk a novemberi a ludaskása főzés lesz, ugye Szent Márton napi luras napok lesznek, akkor ott már ugye
ott megint ugye, hát ott szerepelnünk kell, hát az is, azt minden évben megcsináljuk. És úgy januárban, ha megjegyük, hogy jön a tolfosztás, ami minden évben következik. Hajvási Péter, hajvási ház, a barom Péter nem imponál. Húzhatom egy kocsébe, de uram a nagy